Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. A mai videóban egy nagyon látványos, szemet gyönyörködtető mákos guba tortát fogunk elkészíteni. A tortánk alapja értelemszerűen maga a mákos guba, erre kerül majd egy nagyon finom főzött vaníliakrém, valamint svájci habbal fogjuk díszíteni a tetejét. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül ez a torta, akkor mindenféleképpen tartsatok velem! Az alap tehát a mákos guba elkészítéséhez szükségünk lesz 7 darab kiflire, 20 deka darált mákra, 6 deci tejre, 18 deka kristálycukorra, 2 tojás sárgájára, 1 citrom reszelt héjára, valamint egy kis vanília pasztára, kivonatra vagy vaníliás cukorra. A mákos guba nagy előnye, hogy nyugodtan készülhet egy kicsit szikkattabb kifliből vagy pedig kalácsból. Nálam ez most nem egészen így jött össze, nagyon-nagyon finom, friss kiflit kaptam, ezért felszereltelem és sütőben megszárítom egy picit. Körülbelül új nyivastak szeleteket vágtam, és sütőpapírral borított tepsiben 180 fokon egy ilyen 20 percen keresztül szárítom. Ez idő alatt a tejet a cukorral melegíteni kezdem. A forró cukros tejet leveszem a tűzről, most pedig hozzáadom a kettő tojás Érdemes először egy kis tejmennyiséget elkeverni a tojás szép csomómentesre, majd ezt adni hozzá a forró tejhez, így garantáltan nem lesz csomós a végeredmény. Végezetül pedig hozzáadom az ízesítő anyagokat, nagyon jót tesz neki egy kis citromhé, valamint természetesen a vanília is kihagyhatatlan. Végezetül pedig hozzászórom a darált mákot. Ezt alaposan elkeverem, és pont el is készültek a száraz kifli karikáim, amit egy nagy-nagy helyezek, majd nyakon öntöm ezzel a mákos teljes keverékkel. 24 cm átmérőjű kapcsos tortaformával fogok dolgozni, előtte egy pici vajjal kikentem. A kiflismákos mákos keveréket ezután belesimítom, jól az aljára nyomkodom a torta formának, és 170 fokra előmelegített sütőben kb. 35-40 percen keresztül sütöttem. Elkészítjük a krémünk főzött alapját, ehhez szükségünk lesz egy fél liter tejre, 150 g kristálycukorra, 3 tojás sárgájára, 40 g kukorica keményítőre, valamint egy kis vanília pasztára, kivonatra, aromára, van vaníliás cukorra, ki mit használ. A tejet kezdjük el forralni, ez idő alatt az összes többi hozzávalót egy kevés tejjel keverjük csomómentesre. Öntsünk hozzá egy kicsit még a forró tejből, keverjük el, majd az egészet öntsük vissza a lábasba, és egy nagyon szép sűrű pudingszerű krémé főzzük. Hogy hamarabb lehűljön, át is öntöm a kész krémünket egy laposabb edénybe, folpakkal lefedem a tetejét, hogy ne bőrösödjön be ez idő alatt, majd lehűtöm. Mivel ez a krém nem csak ennyi, hanem lényegében egy muszról van szó, 2 deci habtejszínnel fogom még ezt dúsítani, valamint 8 g zselatinnal fogom egy kicsit rögzíteni magát a krémet, hogy nagyon jó kis állaga legyen, tehát 2 deci hűtőhideg habtejszínt, közepesen kemény habbá verek, majd a 8 g zselatinra öntök 40 g hideg vizet, amikor már megduzzad, tehát ilyen kocsonyás az állaga, akkor ezt így visszamelegítem, visszaolvasztom a mikróban vaníliás krémünk is lehűlt azóta már teljesen, úgyhogy nyugodtan dolgozhatunk vele. Egy kisebb adag tejszínnel először csak így keverjük el, majd a többit finoman forgassuk hozzá. megolvasztott zselatinhoz egy-két kanálnyit adjunk a krémből, keverjük el, majd az egészet csurgassuk vissza a krém teljes mennyiségéhez, és gyors mozdulatokkal egyneműsítsük. Úgy néz ki, hogy elkészült a krémünk is, most már nincs más dolgunk, mint összeállítani a tortát. A mákos guba alapunk természetesen megsült, és valamennyire le is hűlt már azóta, úgyhogy óvatosan eltávolítom a kapcsos tortaformát, valamint annak az alját. Áthelyezem arra az edényre, vagy alátétre, amint tálalni szeretném majd, és előveszek egy állítható tortakarikát. Ha nincs ennyiféle cukrász, tortás, eszközötök, kütyütök, nyugodtan állítsátok össze abban a formában, amiben sült. Ha esetleg túl alacsonynak találjátok az eredeti formát, amiben elkészítettétek a mákos gubát, nyugodtan hosszabbítsátok meg egy kicsit az oldalát félbehajtott sütőpapír csíkokkal. Mivel egy muszról van szó, szeretném, hogy maximálisan sima és egyenetes legyen majd a tortám oldala, ezért a torta formában belülre papírt, vagy más néven acetát fóliát helyezek. Egyébként ezt milliószor fel lehet használni, elmosni, eltörölni és újra dolgozni vele. Szerintem az összes cukrász webshopnak a kínálatában megtalálható. Tehát nincs is más dolgunk, mint beleborítani ezt a kis lágy, krémes muszt. Szépen elsimítom a tortámnak a tetejét, egy kicsit meg is lehet csapkodni egyébként, vagy megrázogatni, és ahogy látjátok, én egy erősebb gumival rögzítettem ezt a torta karikát, hogy még véletlenül se csúszson el, vagy folyjon ki az alján. Ezután pedig helyezük hűtőbe, én egy kicsit csaltam, mivel csak négy órán volt a torta felszeleteléséig, vagyis hát amíg haza nem ért a férjem, mert hát az őszüli napjára készült, tehát én fagyasztóba tettem a tortát, és négy óra alatt tökéletesen megdermedt. Utolsó lépésünk pedig a megkoronázása és egyben díszítése is a mákos guba tortánknak, ami egy svájci habbal fog készülni. Annyi a lényeg, hogy bizonyos mennyiségű tojásfehérjéhez dupla mennyiségű kristálycukrot adjunk. Nálam ez 100 g tojásfehérje, 200 g cukor. Vízgőz fölött meg kell melegítenünk 60-70 fokosra. Annyi a lényeg, hogy jó csípős meleg legyen, és a kristálycukor teljesen feloldódjon benne. Ezután pedig egy jó tartású, stabil habbá verjük. A habot tegyük át egy habzsákba, aminek a végén valamilyen díszes cső van, de sima végű csővel is nagyon jó eredményt tudunk elérni. A jól megdermett tortáról távolítsuk el a vaxpapírt, majd az elkészült habbal díszítsük a tortát. Én most csak így körbe-körbe csókokat nyomkodtam a habból, de nyugodtan lehet kis rózsákat, vagy akár koszorú mintában, ahogy nektek az jobban tetszik. végezetül pedig egy zsebsárkány vagy vihargyújtó segítségével egy kicsit pirítsuk meg a habot. És még egy tipp azok számára, akik nem szeretnének nyers tojásfehérjét fogyasztani, igaz ez hőkezelve van, de ha mégis óckodtok tőle, akkor nyugodtan készítsetek különálló kis habcsókokat, amit megszárítotok a sütőben, és ezeket a kéz száraz habcsókokat tehetitek a tortára. Az én tortám el is készült, készen áll a tálaláshoz, szerintem szemedgyönyörködtető lett, és nagyon-nagyon finom. Nálunk nagy sikert aratott, remélem, hogy nektek is megtetszett, és ti is szívesen kipróbáljátok ezt a tortát. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!